Köszöntelek titeket, kedves nézőim! A mai napon, mint láthatjátok, a Hearthstone Ranked chassis-val első része fog debütálni. Bárhogy unalmas percében bizony én elkezdtem kicsit vizsgálódni ilyen e-sportos játékok között, és nekem kellett egy olyan játék, ami egyszemélyes és lehet benne versenyekre menni, és gyakorlatilag kizárt benne, hogy cheateljen is valaki, meg eléggé normális közönség épült fel benne, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy elkezdek Hearthstone-ozni, és egy-két nevezetesebb, vagy hát meg számomra emlékezetesebb meccsemet itt most láthatjátok, természetesen mindezt kommentárral fogjuk végigkísérni, de mint láthatjátok, még noob vagyok a játékba, mágussal kezdtem, és sámán van ellenem, egy Yoshi nevezetű sámán, aki most lerakott egy tauntlapot, plusz még rányomott egy kis valami izét, amitől erősebben sebez, igen, haha, komoly. Na, hát van három manám, úgyhogy azzal meglátom, mit fog tudni kezdeni. Lehívtam még magamnak két lapot, mert jó az, hogyha minél több lap van a kezünkbe. A játék a Hearthstone-nak az eleje lényegében arról szól, hogy ki kell véreztetni a másikat olyanféle képpen, hogy a kb. Az összes kártyáját le kell, hogy tegye a harctérre. És onnantól kezdve jönnek az izgalmas dolgok, mert hogyha be tudjuk ezt darálni, amit hogy nem nagyon lesz már lap a kezében, akkor onnantól kezdve már lényegében megnyertjük a küzdelmet. Azt hiszem a sámának van egy olyan tulajdonsága, még noob vagyok, úgyhogy nézzétek el nekem, de ilyen különböző lapokat tud így megidézni, amik vagy plusz védelmet adnak, vagy plusz életerőt, vagy plusz támadást, vagy ilyesmi. Na és akkor most jövünk mi? Hármat fogunk sebezni random. Hát ebből kettő ráment a minionjára, egy a hősre, háhá, és most van még három manánk is, megidézzük ezt a csaholó kutyát, ami rögtön a lerakás után képes a támadásra, úgyhogy meg is semmisítettük a minionját. Úristen, nem könnyű küzdelem előtt állunk, kérem szépen, hölgyeim és uraim, és lerakott egy ilyen izélapot, nem tudom ez mire jó. Azokat nem tudok angolul se, úgyhogy nekem így ez különösen izgalmas. De, hát mit évő legyek? Azért van egy jó pár lap így most a kezembe. Lehet nem kéne még őket felhasználni, hanem hát most úgyse tud rám támadni. Lehet hagyni fogom a francba, nem tudom. Lerakjuk ezt a varangyot, ami azért jó, mert utána leraktad előidéz egy másik varangyot, és akkor így két varangy van a csatatéren, uhú. Ja, és még sebeztünk rá egyet. Na, szerintem ennyi elég lesz így kezdetnek. Nézzük, mit lép erre a sámán. Gyere, hallgass sámán. Hát igen, elég sokáig el szoktak gondolkodni néha itt a dolgokon. Én általában ilyen 7 mana körül szoktam úgy kétségbe esni, hogy úristen mit rakjak le, mert akkor... Na, lerakott egy tauntot, jó van, ez egy bölcs döntés volt. És még van 2 hát, vagyis manája. Amivel 4-et fog rásebezni a szerencsétlen varangyomra. Hát ez egy hülyeség volt részéről, mert miért nem a hősömet támadta, na mindegy. Ja, és lerak megint egy ilyen idéző túrót, ugye akármi totemet. Vagy nem? Nem. Hát akkor nem. Na megint van egy varangyunk. Azt a tauntot el fogjuk varázsolni birkává. Esze, ott van, birka vagy, jáhá. Jó van. És akkor már megint nem tud ránk támadni. Szerintem én azt a kis csajt fogom megidézni, mert hogyha azt lerakom a csatatérre, vagy nem. Á, spóroljunk a lapokkal. Rásezzek arra az izére, az jó van, elég ez a kör. Nem szabad kiátszani tényleg a kártyákat, ez, mondom nektek gyerekek, ez egy rohadt türelemjáték. Jó, mondjuk persze, hogy olyan ellenféle dob össze az izé, hogy jó lapjai vannak, akkor hiába itt a türelemjáték az elején megarál, azt akkor cseszheted. A Hearthstone azért nem a sikerélmények játéka, mert aki elkezd Hearthstone-ozni, az készül fel rá, hogy az első 30-40 mérkőzés az arról fog szólni, hogy tűri, hogy nagyon veri. Kb. Amíg nem fog olyan lapokat kapni. Persze lehet menni arénázni, de a 150 aranyba kerül, és hát ahhoz teljesíteni kell a napi küldiket, amik nem mindig akaróznak. Na hát ott van az a csodálatos jószág, ami 8-as sebes és 14 életereje van. És most nem igazán van olyan lap a kezemben, amivel tudnék én itt valamit csinálni, de... Jó lesz ez majd valamire. Lerakok egy tauntot érzésem szerint, mert a tauntnak az a lényege, hogyha azt leraktad a csatatérre, akkor a minionok csak azt a tauntot tudják támadni, értem szerint addig, amíg el nem pusztul. Viszont ilyen varázslapokkal a hős közvetlenül is támadható. Függetlenül attól, hogy taunt van ott lent a csatatéren. De most egyelőre a célnak ez megteszi.
Ó, és lerakta ezt a nyomorúságot, ami az is olyan képesség, hogy ami, amit lerakják képes a támadásra. Jaj, ez fájt. Ránk vertek most. Ránk vertek most egy keveset. Jaj. Na, nem baj. Jön a következő elpusztíthatatlan fegyverünk, egy újabb dolgot. Hát hiába, na. Jó dolog ez? Nem, mit kéne támadni, Istenem, mit kéne támadni, hát... Én is támadhatnám közvetlenül a hős, szerintem én közvetlenül a hős voltam. Nem, azt a izét fogom támadni, igen, az nem tud visszatámadni, ugye megmaradt a csahos kutyám, áhá. Jó van. Na, na, mit lépel erre, haver, mit lépel? Most muszáj vagy a taunton... Ja, jó van, még nem tudta kinyírni, de most már kinyírja. Megint 8-at rám fog várni az a szemétdisznó. Ott az még rá is sebez a kutyámra is. Na hát. Úristen! Úristen! Maradt 4 HP-m! És kb. Visszaerősítette magát 29 HP-ra. De gyerekek, most jött el azt hiszem az a pillanat, amikor azt mondhatom, hogy egyetlen egy lap van a kedves úriemberünk kezébe. Ami annyira még nem ijesztő dolog, hát most leraktam ezt a Mishimokust, mert ilyenkor kapunk egy darab lapot a pakliból, úgyhogy szerencsére pont egy dauntot kaptunk, úgyhogy azt mákon van, akkor nem tud egyből támadni. És most szépen elővirítom itt a dolgaimat. Na, azt hiszem most jött el az én időm, de hát majd kiderül. Na, ne szövegeljél, haver! Mondom, hogy most jött el az én időm. De ez néha magát is semmi, hogy ez miért csinál ilyeneket? Úristen, ez mi lesz ez? Mit tett azzal az én már? Ó, és lerakott egy tauntot, ő meg megsemmisített az én tauntomat. És mindegyiknek 4 damage alatt van az életereje, úgyhogy most játszom ki a 7-es monás kártyámat, azt hiszem, amivel is 4-et tudok sebezni az összes ellenséges minionra, és hát igen. Most már nincs egy lapja se. És mit kéne még lerakjak? Mit kéne még lerakjak? Igen, lerakom ezt az orkot, ami plusz egy támadó izét ad az összes minionnak. Ha-ha-ha, teszem a világuralmat, gecó! Hú, de jó vagyok! És akkor sebzünk rá egy pindurit, egy igazán kevéskét. Na, sikerült nagyjából megfeleznünk a csávókának az életerejét, jó, ez egyik lapú megsemmisült, igen. Hát a gáz az, hogy 4 HP-nk van, szóval, hogy egy olyan lapot tudna lerakni, amivel egyből támad, akkor nekünk annyi, de szerencsére most nem tudod lerakni egy olyan lapot, úgyhogy még mindig mi vagyunk a királyak. És vegyünk fel újabb 2 kártyát, mert jó az, hogyha van nálunk. És kaptunk tauntot, ó, de jó, hogy ilyet raktam a pakliba, haha. Na, és akkor lerakjuk a tauntokat, biztos, ami biztos alapon, ha csak nem varázslap van a kezébe, akkor már jók vagyunk. Tudunk rásebezni ezzel a Fire Damage-el 6-ot, és a lent lévő minionok számából és azoknak támadó erejéből kiszámoltam, hogy megnyertük a kört. Hölgyeim és uraim, ez lett volna a Hearthstone Ranked Chassis-val első epizódja. Remélem tetszett ez a rövidke kis epizód, amivel most jelenleg szolgáltam nektek, és íme itt látható a kivégzés. Halljál meg, sámán! Halljál meg, azaz! És csodálatos mérkőzésnek lehettünk szemtanúi, hölgyeim és uraim, 4 HP-val sikerült életbe maradnom. És felfejlődtünk varangybékjáról banditává, tök jó. Na, köszönöm a megtekintéseket, a viszontlátásra, sziasztok!